Most még itt a Szent István művelődési házban várja végső helyére kerülését az az emlékkereszt, ami egy a legutóbbi közgyűlésen született döntés szerint a Jávor Ottó téren lesz felállítva. Ez pedig már az emlékkereszt leendő helye, a katyini vérengzés áldozatainak emléke előtt tiszteleg majd a város és a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség a kereszt márciusi felállításával. Azért ezen a helyszínen tervezzük a kereszt felállítását, mert itt van mögöttünk a Corpus Hungaricum szobor, ami a magyar nemzet vészterhes éveire hívja fel a figyelmet, és ez a helyszín így a két nép közös 1000 éves történelmi kapcsolatát is szimbolizálja. A magyar-lengyel barátság napján állítják majd fel az emlékművet, a közös emlékezés fontosságát is jelenti majd ez a nap, hiszen hasonló trauma volt az 1940-es katyini mészárlás a lengyeleknek, mint nekünk, magyaroknak a második magyar hadsereg megsemmisülése. A szövetség minden tagja nagyon jó tudja és átérzi azt, hogy a lengyeleknek ugyanekkor a élő eleven seb ez és fájdalom, tehát nem is kétséges, hogy nekünk ez kötelességünk. A katyini mészárlás néven elhíresült tömeggyilkosságot 1940 tavaszán titokban követték el Sztálin parancsára. Az orosz csapatok csaknem 22 000 lengyel katonatisztet, rendőrt és értelmiségit végeztek ki.